Sziasztok! Én Dina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Dinami Design YouTube csatornán, a meglepetés horgolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. A mai videó az egy aktualitás. Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Afrika Virágnapja alkalmából rendezett közös horgolás második videójában, amikor is zétényt, a zebrát fogjuk elkészíteni. Tavaly ingyenes mintaként Zsiga, a zsiráf kiment ide a csatornámra, a múlt héten pedig meghorgoltuk Ottót, az oroszlánt, és így lesznek ők egy cuki afrikai család. És ezzel a három szereplővel egy játékot indítottam, amennyiben június 10-éig meghorgolod a három figurát, vagy pamut, vagy zsenília fonalból, akkor garantált nyeremény a jutalmad, úgyhogy érdemes meghorgolni ezeket a kis cukiságokat. Róluk egyébként azt kell tudni, hogy mindegyik a Cupido alapmintára épült. A Cupido alapminta az egy valentinnapi meglepetés horgolás volt, és azóta számtalan módon újra dolgoztuk, készült már a mintából katica, koala, lepke, bohóc, télapó, télanyó, nyuszika, csibe, nagyon sok bárány, nagyon sok minden, nagyon-nagyon-nagyon sok minden, úgyhogy ez egy szuperül átdolgozható minta. És most pedig úgy döntöttem Afrika Virágnapja alkalmából, hogy a már meglévő zsiga zsiráfunkat kiegészítjük kettő újabb cukisággal, és a mai videóban zétényt, a zebrát fogjuk meghorgolni. Mielőtt azonban belevágunk a mai videóba, szeretnélek emlékeztetni, hogy még van kettő hely a meglepetés horgolás nyári kaland 2024 VIP-re, ami egy csodálatos meglepetés horgolás lesz, ismét egy nagyon izgalmas témával. Egy téma köré egy komplex horgolmány családot fogunk elkészíteni. Hát nagyon izgalmas, kettő szabad hely van még, hogyha szeretnél jelentkezni, akkor megtalálsz Facebookon vagy Instagramon. És mivel közeledik a nyár, szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy számtalan nyári témájú horgolmány került már ki ide a Dinami Design YouTube csatornára. Tavaly például világító tornyot horgoltunk. És a tavalyi meglepetés horgolás nyári kaland VIP alkalmával pedig horgoltunk például kalózt, horgoltunk például matrózt is, és készítettünk egy csodálatos, hatalmas, nagy zsenília hajót. És ne feledkezzünk meg Sisekről, a sirályról, aki az abszolút kedvencetek volt. És akkor megszületett már mini Sisek is, aki aztán tényleg, szóval mini Sisek nagyon sok embert bírt horgolásra, mert jutalom volt a mintája. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok erre a kis iszipiciségre. És természetesen Hédi, a hableány, aki hát maga a nyár nekem. Az ő mintája ingyenes itt a YouTube csatornámon. És idén is várhattok rengeteg cukiságot nyáron. Ami viszont még a tavasz témához kapcsolódik erősen, hogy elkészült a tavaszi virágos párnám, ami két oldalú, az egyik oldalán 6 szirmú virágok vannak, a másik oldalára pedig 5 szirmú virágokat készítettem. Én imádom a színeket, a hangulatot, mindent ebben a párnában, és a leges-leges legújabb aktualitásom pedig, hogy elkészült végre Tünde a tavasz tündérke párnája, Tündének a mintája, az ingyenesen elérhető itt a csatornámon, és Tünde párnája hozzá elkészült, ami szerintem egyszerűen nekem maga a tavasz. Tünde párnájának a mintája megvásárolható, ezzel kapcsolatban is megtalálsz Facebookon vagy Instagramon. És akkor most térjünk át zétényre. Mint említettem, zétény a Cupido alapminta alapján készült. Zéténynek az összes részét elkészítettük már valamelyik Cupido videóban, ma azonban egy igazi közös horgolás lesz, mert hogy a csíkozását szeretném veletek együtt elkészíteni, hogy ilyen szép, szimmetrikus legyen nektek is a zétényetek.
A videóban meg fogjuk horgolni a füleket és a teljes testet ezekkel a szép csíkokkal, és el fogom nektek majd mondani, hogy a kezet és a lábat, illetve a pofit hogy tudjátok elkészíteni. A sörényéről pedig azt kell tudni, kisebb darab katánia fonalakat vágtam, és ezzel a behúzós technikával, amit mutattam már nagyon sokszor nektek, szépen színek szerint haladva behúzogattam, és ez akkor lesz nagyon szép, ha minél több mennyiségű fonalat fogsz behúzni. Hát, sok idő volt, de én egyszerűen imádom. Úgyhogy mutatom, hogy mire lesz ma szükségünk, és aztán álljunk is neki zétényt, a zebrát horgolni. Zétény a zebra elkészítéséhez szükségünk lesz fekete, fehér és egy icipici szürke mennyiségű fonalra. Minden fonal katánia fonal, 50 g per 125 méteres, az ehhez való horgolótű 2,5 mm-es és egy hegyes olló kell. És ha mindent előkészítettünk, akkor álljunk is neki, és horgoljuk meg zétényt, a zebrát. Tehát a karokat, azokat elkészítettem az alapvető kupidó minta alapján. Az első sor, tehát a varázskörbe szürkével horgoltam, majd utána soronként váltogattam fekete-fehér, fekete-fehér, és így jött ki ez a minta. És ebből ugye kell kettőt horgolni. És akkor volt nekünk még a lábikunk, a patánk, és ezt pedig úgy horgoltam meg, hogy ugyanúgy, mint az oroszlánnál, az első három sort meghorgoltam szürkével. Az oroszlánnál ugye a harmadik sor után váltottunk a másik színre, most a negyedik sort is, a BLO sort is szürkével horgoltam, majd onnan váltottam soronként a színeket, és így lett nekünk ez a két cuki patácskánk. Jó? És a pofi részt pedig szintén az oroszlán videó alapján készítettem el, csak most a szürke fonalamat használtam. És akkor jöhetnek az új részek. A fülecskével fogunk kezdeni, amit a fekete fonallal fogunk indítani, fogunk készíteni egy varázskört. A varázskörbe fogok horgolni 6 darab egypálcás öltést, 2, 3, 4, 5, és a hatodik, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket. Az első és az utolsó szemet én összekötöm egy kuszószemmel, jó, a következő sorban az első szemet szaporítani fogjuk. Majd horgolunk 2 darab egypálcás öltést, majd ezt a mintát megismételjük még egyszer. Jó, és jelenleg most van 8 darab egypálcás öltésünk, ezeket így szépen megpróbáljuk visszaforgatni. És most fogunk cserélni a fehér fonalra, és mondjuk ez vissza is bontom, és a fehéret fogom bevezetni. Így. Jó. És akkor most fogunk horgolni a fehér fonalunkkal 2 sor 8-ast. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor a fekete fonalat elvágjuk, az már most nekünk nem fog kelleni, hanem amit fogunk még csinálni, hogy ennek itt a közepét a varázskörnél a szépen kicsúcsosítjuk, így. És most, hát innen kell levágnunk, nem fogjuk tudni belegyömöszölni fülecskébe a többi rész, mert hogy most a kettő oldalt összefogjuk
horgolni. De ez úgy fog a legszebben menni. Nem látszódnak ki ezek a részecskék. Jó, és akkor most így a kettő oldalt, hát szerintem egy ilyen három öltésen körülbelül. Most ez miért nem megy ide bele? Össze fogjuk horgolni. Egy, kettő, és a harmadik. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor elvágjuk a fonalat, akkor a véget hagyva, amivel fel fogjuk tudni varni majd a fülecskét, és hát itt egy picit kibújt, a fehér visszadugjuk, és ebből is természetesen kettőt horgolunk. Jó? Na, és akkor lássunk neki a buksinak. Jó, és akkor a fehér fonallal fogunk kezdeni. Fogunk készíteni egy varázskört. A varázskörbe fogunk horgolni 6 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5. És a hatodik, ezzel megvagyunk. Akkor bezárjuk a varázskört. Én az első és az utolsó szemet összekötöm egy kúszószemmel, de te haladhatsz tovább egész nyugodtan spirálban is. Következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. Jó, és akkor jelenleg most 12 szemünk van körben. Ezzel sorba fogunk horgolni egy darab egy pálcás öltést, majd egy szaporítást. Majd ezt a mintát megismételjük még 5-ször. És az utolsó szemem már nem fogom keresztül húzni a fehér fonalat, hanem innen fogunk elkezdeni váltogatni. Tehát bevezetem a fekete fonalamat, és a következő sorban fogok horgolni 2 darab egypálcás öltést ezzel a feketével. Majd a következő szem egy szaporítás lesz, aminek az első felét elkezdem meghorgolni a feketével, de már a fehérrel fogom befejezni. Majd ugyanebben a szembe, mert ugye ez egy szaporítás volt, horgolok még egy-egy pálcás öltést a fehér fonallal. Majd fogok horgolni, ami egyébként ezt a mintát, a 2 darab egy pálcás öltés és egy szaporítás, ezt fogjuk körbe megismételni, de közben fogjuk a színeket cserélni. Most következik 2 darab egypálcás öltés, amiket meg fogunk horgolni fehér színnel. Majd a szaporítás következik, aminek az első szemét elkezdem horgolni a fehérrel, majd bevezetem a feketét. És a második szemet már feketével fogom, tehát a második szemet ebből a szaporításból már feketével készítem el, majd innen, a sor végéig most már csak feketével fogok horgolni, és a 2 darab egy pálcás öltés és egy szaporítás mintát fogom ismételgetni. Jó, és az utolsó szaporításnál ott már nem fogjuk a feketét, hanem visszahozzuk a fehéret, és ezt fogjuk keresztül húzni. Jó, és akkor meg is vagyunk ezzel a sorral. A következő sorban csak fehér színnel fogunk horgolni, és fogunk készíteni 3 darab egypálcás öltést. 1, 2. 3, és a negyedik szemet pedig szaporítani fogom, és ezt a mintát megismétlem még 5-ször.
Jó, és hogyha megvagyunk, akkor jelenleg most 30 szemünk van körben, és a következő sorban is fogunk horgolni 30 szemet ezzel a fehér fonallal. Jó, és az utolsó szemnél már nem fogom keresztül húzni a fehéret, hanem hozom a feketét. Három darab egy pálcás sötétést, egy, kettő, három. A harmadiknál már nem fogom keresztül húzni a feketét, hanem keresztül húzom a fehéret. Majd horgolok a fehér színűvel, hat darab egy pálcás sötétést, kettő, három, négy, öt. És a... Jó, és a hetediknek, annak nem fogjuk keresztül húzni már a fehéret, hanem hozom a feketét, és keresztül húzom a feketét. Finoman kell, hogy ne húzzuk azért össze itt a szálakat. Jó, majd a szemjelzőig ezzel a feketével minden szembe fogok horgolni egy darab egy pálcás ötést. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, olyan nagyon összegabajodtak a fonalaim már. Akkor a következő sort még ugyanúgy el fogom kezdeni, a feketével fogok horgolni kettő darab egy pálcás töltést, a másodikat nem fejezem már be a feketével, hanem váltok a fehérre. Jó, és most fogok horgolni 9 darab egy pálcás öltést. Jó, és hogyha megvagyunk a 9 darab egy pálcás öltéssel, akkor a 9-en már nem húzom keresztül a fehéret, hanem ide húzom a feketét, és ilyenkor mindig vigyázunk, hogy tartsuk azért a távolságot, és a szemjelzőig most ezzel a feketével fogok horgolni minden szembe egy darab egy pálcás öltést. Jó, és hogyha megvagyunk, akkor itt már az utolsó szemen nem fogom keresztül húzni a feketét, hanem hozom a fehéret. Jó. Most pedig horgolunk 2-30-as sort a fehérrel. És hogyha megvagyunk a 2-fehér-30-as sorral, akkor most érkeztünk el a kupidó alapminta szerinti pofis részhez, amit ugye úgy készítünk el, most a fehér fonalat fogjuk továbbvinni, hogy fogunk horgolni 4 darab egy pálcás öltést, 2, 3, 4, az ötödik szemet szaporítom, majd horgolok 5 darab egy pálcás öltést, 2, 3, 4, 5, a következő szemet szaporítom, majd horgolunk 4 darab egy pálcás öltést, 1, 2, 3, és a negyedik, és hogyha ez megvan, akkor, és ha megvagyunk a 4 öltéssel, akkor fel fogjuk venni a fekete fonalunkat, ügyesen vigyázva, hogy elég hely legyen majd itt a tömőanyagnak, és szépen a szemjelzőig ezzel a fekete színnel minden szembe fogunk horgolni egy darab egy pálcás öltést. Jó, és az utolsó, 14. öltésen, akkor már nem fogom keresztül húzni a feketét,
hanem hozom szépen a fehéret, ügyesen figyelünk rá, hogy maradjon hely a tömőanyagnak, és most következik az a sor, amiben horgolunk 4 darab egypálcás söltést, 2, 3, 4. A következő 2 szem ugye az a szaporítás volt, mindegyik szemet szaporítjuk, tehát most jön nekünk 2 szaporítás. Jó, majd meghorgoljuk az 5 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5. Majd horgolunk ismét 2 szaporítást. Majd a szemjelzőig, ezzel a fehér fonallal minden szembe horgolunk 1 darab egypálcás öltést. És jelenleg most ugye 36 szemünk van, és a fehér fonalunkkal fogunk horgolni egy 36-os sort, és amikor azzal meg vagyunk, akkor cserélünk a feketére, és fogunk horgolni egy teljes 36-os fekete sort is, és amikor azzal meg vagyunk, akkor találkozunk. Végigértünk a fekete soron, akkor a fehéret fogjuk majd már áthúzni rajta, és akkor aki a kupidó mintát, alapmintát ismeri, azt tudja, hogy most már majd a fogyasztásos sorok fognak jönni, tehát be fogjuk zárni a buksinak az alját. Fogunk horgolni a fehérrel 4 darab egypálcás öltést, 2, 3, 4. Következő 2 szemet fogyasztani fogom, majd ezt a mintát ezzel a fehér fonallal megismétlem még 5-ször. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést. A negyedik és az ötödik szemet pedig fogyasztani fogom, és ezt a mintát megismétlem még 5-ször. Jó, és az utolsó fogyasztáson, ott már nem fogom keresztül húzni a fehéret, hanem hozom a fekete fonalamat. Jó, azért a szemjelzőmet idehajtom. És fogok horgolni 2 darab egypálcás öltést, a harmadik és a negyedik szemet pedig fogyasztom, és ezt a mintát megismétlem még 5-ször. És hogyha megvagyunk, akkor az utolsó fogyasztáson is keresztül húzom, mert hogy a következő sort is feketével fogom meghorgolni. Fogok horgolni 1 darab egypálcás öltést, és a következő 2 szemet pedig fogyasztani fogom, és ezt a mintát még 5-ször megismételem. Az utolsó fogyasztáson nem húzom már keresztül a feketét, hanem hozom a fehéret, és most fogok horgolni egy fehér 12-es sort. Cserébe, ha megtalálom a szemjelzőmet, meg vagyok. Tehát a fehér színnel fogok horgolni egy 12-es sort. Jó, 12. szemen nem húzom már át a fehéret, hanem hozom a feketét, és most fogok horgolni egy fekete 12-es sort is. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor most ki fogjuk tömni. Ez nem lesz most annyira egyszerű a belül futó szálak véget, de nem lehetetlen a dolog. Jó? Úgyhogy kitömjük a szokásos módon, tudjátok, úgy,
kezdtem, ugye a tömésnél arra figyelünk oda, hogy a pofiknál, ahova a szaporításokkal a pofikat kialakítottuk, hogy ott legyenek szép kis kiugró részecskék, mert akkor lesz igazán szép a pofi, és hogyha oda teszed hozzá a nózi részt, amit meghorgoltunk, akkor most már nagyon szépen lehet látni, hogy ez egy csodálatos kis zétény lesz nekünk. Ja, és akkor haladhatunk is tovább. Keresztül húztam a fekete szálat, de most váltani fogunk fehérre, úgyhogy visszabontom, és akkor áthúzom most a fehér szálat. Következő sorban fehérrel fogunk horgolni, egy darab egypálcás öltést, majd három darab szaporítást. Jó, és hogy ezzel megvagyunk, akkor fogunk horgolni három darab egypálcás öltést. Majd ismét következik három darab szaporítás. Jó, és maradt nekünk még kettő darab egypálcás öltésünk a szemjelzőig. Jó, hogyha ezzel megvagyunk, akkor azt kell ellenőrizni, hogy ide a pofikhoz képest két oldalra esik-e ez a kis kitudorodó rész, mert hogy ez lesz majd a váll. Jó, mivel itt a színcserét, mivel itt cserélgettük a színeket, ezért előfordulhat, hogy lesz csúszás benne, akkor annak megfelelően, ahogy a te figurát kijött, tudod változtatni a vállaknak a helyzetét. A következő sorban fehérrel fogunk horgolni kettő darab egypálcás öltést, majd horgolunk kettő darab szaporítást. Majd horgolunk 7 darab egypálcás öltést, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majd horgolunk 2 darab szaporítást, jó, és a szemjelzőig horgolunk minden szembe egy darab egypálcás öltést. Ha megvagyunk az 5 darab egypálcás öltéssel, akkor már nem húzom keresztül a fehéret, hanem hozom a fekete színemet. Ezt fogom keresztül húzni, és most fogok horgolni egy sor 22-est ezzel a feketével. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor nem húzzuk már keresztül a feketét, hanem hozzuk a fehér színünket, és most fogunk horgolni kettő sor 22-est ezzel a fehérrel. És amikor megvagyok a második sor 22-essel, akkor nem húzom keresztül a fehér fonalamat, hanem hozom a feketét. És most fogok horgolni egy sor fekete 22-est. Jó, akkor az utolsó szemen nem húzom keresztül a feketét, hanem hozom a fehér fonalamat, és most a fehérrel is fogok horgolni egy 22-es sort. És
És hogyha azzal megvagyunk, akkor nem húzzuk már keresztül az utolsó szemen a fehéret, hanem hozzuk a feketénket. Aki a kupidó mintát ismeri, azt tudja, hogy most megint egy szaporítós sor fog érkezni, a pocakot alakítjuk most ki, fekete színre váltak, és fogok horgolni 9 darab egy pálcás öltést. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bocsánat. Csúsztunk egy szemet arrébb, ahhoz, hogy kijöjjön a minta, ahhoz 10. Most fogunk horgolni egy szaporítást, egy egypálcás öltést, és egy újabb szaporítást. Majd a szemjelzőig minden szembe horgolunk egy darab egypálcás öltést. 3, 4. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor a fekete színnel fogjuk tovább folytatni. És most a feketével fogunk horgolni egy 24-es sort. Jó, és az utolsó szemen nem fogom már keresztül húzni a feketét, hanem jön a fehér fonal. És most fogok horgolni 2 sor fehér 24-est. A második sornak az utolsó szemén nem fogom már keresztül húzni a fehér fonalamat, hanem hozom a feketét, és fogok horgolni egy fekete, majd egy fehér 24-es sort. Jó, és akkor a fehér sor után már nem húzom keresztül az utolsó szemen a fehér fonalat, hanem hozom a feketét, és ezzel is fogom most már itt a popsit befejezni. Fogok horgolni 5 darab egypálcás öltést. Majd horgolok 2 darab fogyasztást. Majd horgolok 9 darab egypálcás öltést, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, majd ismét horgolok 2 fogyasztást, majd a szemjelzőig ezt a 2 szemet meghorgolom. Jó. Következő sorban fogunk horgolni 4 darab egypálcás öltést. Majd horgolok 2 darab fogyasztást. Utána fogok horgolni 7 darab egypálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majd fogok horgolni 2 darab fogyasztást. És maradt nekem még 2 darab egypálcás öltésem.
Jó, és a fehér fonalat rövidre vágjuk, a feketét pedig akkorára, amivel össze fogjuk tudni majd szépen ölteni. Itt alul a popó részt ki fogjuk tömni, és a töméskor arra figyelünk oda, hogy a nyakacskába jusson tömőnyeg, és a pocaknál is legyen, mert akkor lesz szép cuki pocia. És hogyha megvagyunk, akkor a szokásos módon itt összevarjuk a popó részét, és aztán jövünk, csettintgetünk, és mindjárt meg is vagyunk zéténnyel. És én össze is vartam, úgyhogy akkor tegyük össze zétényt. És így néz ki zétény az összes alkatrészével. Most összevarrom, és akkor utána még egyetlen egy dolog fog hiányozni, mutatom is. És megvagyunk, elkészültünk zéténnyel, a zebrával, aki Afrika világnapja alkalmából került ma ide ki a csatornára. Én remélem, hogy ti legalább annyira elégedettek vagytok az eredménnyel, mint én. Én egészen egyszerűen imádom zétényt, Ottót, és Zsigát. Szerintem ők a világ legcukibb afrikai állatkái. Ne felejtsd el, hogyha június 10-éig meghorgolod ezt a három figurát, vagy pamut, vagy zsenília fonalból, akkor garantált nyeremény a jutalmad. Én nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem voltál, velem horgoltál. Ne felejtsd el, hogy esernyő! Nagyon-nagyon nagy szeretettel várlak a következő videómban is. Legyen csodálatos estéd! Szia!